Kisoroszon már hagyománnyá nőtte ki magát a népművészeti tábor, hiszen idén 16. alkalommal szervezték meg. 16. alkalommal szervezzük meg itt Kisoroszon a Kisoroszi népművészeti tábort, amely a szórvány egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb, akkor egyik legnagyobb tábora. Az idén is, mint minden évben, 80 és 100 között vannak a gyerekek, az idén 92 gyerek van a táborba, mégpedig a legtöbbje Nagy Kikinda, Magyar Csernye és Begaszentgyörgy községből, de Vajdaság minden részéről vannak itt gyerekek, akik saját rokonaiknál vagy barátaiknál alszanak. Az általános iskolás kisdiákoknak a tábor lehetőséget nyújt arra, hogy játszva népdalokon keresztül ismerkedjenek meg a régi mesterségekkel. Az idén fazekassággal, szövéssel, hímzéssel, nemezeléssel, batikolással és kosárfonással foglalkoznak a gyerekek. Ez mellett jut idő néptáncra és népdal éneklésre is. A gyerekeknek esti programokat is szerveztek. Az idén a tordai, a magyar csernyei és a nagy kikindai művelődési egyesületek léptek fel. A legjobban tetszett a táborba, hogy gyöngyöztem is. Sokat valamit csináltam, és van sok barátom. Nekem nagyon tetszik a kisoroszi tábor, sok szép díszeket csinálunk, akkor most csináltunk egy szép baglyot, agyagozunk, gyöngyözünk, nagyon tetszik, meg a esti programok is nagyon tetszenek, szépen fellépnek, táncolnak. A rendezvényt Ki mit tuddal, szalonnasütéssel és tábortűzzel zárják. A tábor megszervezését a Köztársasági Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium, a Tartományi Oktatási és Kisebbségügyi Titkárság, a Kikindai Önkormányzat és a Magyar Nemzeti Tanács támogatta.